Hagyományosan sarlóval, kaszával arattak azon a Csíkszentkirályi bemutatón, amelyet a falunapok keretében szerveztek az Ezüsthajú Nyugdíjas Klub közreműködésével. A szervező helyi önkormányzat célja, hogy megtanítsák a fiataloknak a régi módszerrel végzett aratást és kenyérkészítést. Hagyományos ráfos szekerekkel érkeztek az arató bemutatóra a csíkszentkirályiak. A helyi önkormányzat által szervezett eseményen az Ezüsthajú Nyugdíjas Klub tagjai mutatták be a kézikaszálással történő aratást. Jöttünk a mezőre, jóinak szóval minden hagyományt akarjuk megőrizni, megmutatni a fiataloknak, hogy hogy kell aratni. Előre köteleket vetünk, amire majd ráhályázik. Férfiak lakaszálja, markot szedünk, rárakjuk a kötelekre, akkor bekötöződik, és azután rakodik a kalondja. Csak még annyit nem arattunk, hogy a kalondját megkezdjük rakni. Ugyanis egy kalandjához 9 kévét raknak az asszonyok sarlóik segítségével. Ezt régebb kicsipelték a cséphadaróval, a malomban lisztet őröltek belőle. Nem is olyan régen, az 1960-as években még sokan így jutottak hozzá a kenyér alapjául szolgáló búzaliszthez. A Csíkszentkirályi önkormányzat a teljes folyamatot szeretné megtanítani a település lakosainak és vendégeiknek. Az idén nem egyetlen a segítségével sikerült a községünkben lévő régi malmat visszavásárolni, és a Jóisten segítés lesz ennek az arató bemutatónak majd kalákája is, hogy evőben odáig megyünk, hogy megőröljük a búzát, megsüssük a kenyeret, és akkor sütés után az érdemes cséplés leves meg lehet enni. A helyi középkorúak közül még sokan emlékeznek erre a folyamatra. Állítják, ha a kényszer úgy hozná, bármikor képesek lennének előállítani a mindennapi betevőt asztalaikra. Amennyiben az önkormányzatnak is sikerül elképzelését megvalósítani, sokan lesznek, akik gépek nélkül is meg tudják termelni a kenyérhez szükséges alapanyagot.